Mint minden csütörtökön, legutóbb is kontrollnapot tartottak az építkezésen. A munkálatokat végző galántai cég építette többek között a MOL Arénát, tehát egy nagy beruházás kapcsán már bizonyított városunkban. A szerződés szerint 3 hónap a kivitelezési időszak. Tekintettel arra, hogy ugyanúgy mindenki tudja, hogy az építőanyagok területén nehéz a anyagbeszerzés, illetve beszállítás. Itt is hasonlóképpen meg fog ez mutatkozni, úgyhogy a kivitelező jelezte már a mostani kontrollnapon is, hogy novemberi hónapban tudja befejezni ezt a beruházást. Tekintettel arra, hogy most nincs semmilyen olyan idő, fix időpont, amely valami rendezvénnyel rekötődne. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy nincs gond az időpontnak akár a csúszásával, de hát egyébként objektív körülményként ezt figyelembe tudjuk venni. A beruházás, amely nem az új sportcsarnok építése, hanem a Városi Szabadidőpark egy részének revitalizálása, komoly költséggel jár, ezért nem mindegy, hogy milyen áron sikerül azt megvalósítani. Ez egy olyan beruházat, amelyet az önkormányzat a saját költségvetéséből finanszíroz. Tehát ennek az egész projektnek az összege 1.500.000 euró volt, majd a közbeszerzés keretén belül 1.070.000 euróra lett kiversenyeztetve, úgyhogy mindenképpen ez egy jó hír számunkra. A cél, hogy a megújult terület rendezvények szervezésére és pihenésre egyaránt alkalmas legyen majd. A Csallóközi vásár mellett elképzelhető, hogy a karácsonyi vásárt, a Szentgyörgy napok egy-egy programját vagy testvérvárosi találkozókat is tartanak majd itt.